Sziasztok, én Petra vagyok, és én pedig Dorina, más néven Csabai. Ez egy újabb táborhíradó lesz, és most a keddi napunkat fogjuk nektek bemutatni. És mit gondoltok a reggeli tornáról? Hát ugye nekünk legtöbbször 10-10-es volt a szoba, ezért nem nagyon tornáztunk, első nap kellett, de hát amúgy jó volt, nem volt annyira fárasztó. Nagyon. És te? Hát, fárasztó volt, de jól megnyitottam. Köszönjük! A mai napunkat hál' Istennek nem reggeli tornával indítottuk, mivel tegnap szoba ellenőrzés előtt még jó, hogy rendet raktunk. Reggeli után pedig folytattunk táncórákkal, amiket Petra, Vanessa és Vera tartott. Táncórák után le tudtuk hűteni a felhevő testünket medencézéssel. És ezt az egész hangulatot egy társasjátékkal zártuk, amit Máté szponzorált. Erről a képek most következnek. Köszönhetjük Kis Balást, a Vastúrót. Hogy érzed magad, amikor medencézel? És a medencézésről a felvételeket következőkben láthatjátok. Mint láttátok, mindenki kapott vizet. Szóval itt vagyunk a táborban, és Nicki Minaj! Nicki! Nicki! Let's go to beach! Szóval most indulunk vacsorázni, amúgy kedd este van, és meg fogunk kérdezni pár táborozót, hogy mi a véleménye az étekről. Mennyire várod az ebédet? Mennyire vagy éhes? Hát várom az ebédet, és nagyon éhes vagyok. És jó kaják szoktak itt lenni? Igen. Szia, mutatkozz be nekünk. Szia, Laura vagyok. Mi a véleményed a mai vacsoráról? Nagyon jó volt. És akkor most itt van velünk Máté. Sziasztok! Egy hosszú nap után. Beöltözéssel folytattuk az éjszakát. Aminek a témája nem akármilyen volt. Sorozatok. Family Guy. Családi titkok. Nagy pénzrablás. Riverdale. Stranger Things. Emilio Familia. És akkor nézzétek! No.
már is itt vannak riportalanyai, mutatkozzatok be kérlek. Kis Maris, Jolán, Szabó Márta, Valentina, kis Fernando. Én szeretném, ha elmondanátok tapasztalatokat a mai estéről. Maris, mit gondolsz? Hát, megkérdettem. Hát, szerintem ugye van a kis Csitrink, ő nem volt valami jó. Van az apuka, hát ő tőle nem vártam többet, mert amióta szerelmes vagyok belé ilyen. Üdvözlöm Önöket! Most a Riverdale riportalanyai állnak mellettem, és már is megkérdezzük, hogy hogyan készülnek fel a mai táncpárbajra. Elég nehezen, hát Betty nem halad valami jól. Veronikára meg ne is beszéljünk, én persze tökéletesen csináltam, úgyhogy ennyi. És te mit gondolsz? Szerintem tökéletesek vagyunk, és nagyon jó volt a táncunk. Habár ugye Betty elrontotta, mert Cheryl azt mondta, hogy én úgy lépjek, és tagadta ezt. Betty, mit szólsz ezekhez a vádakhoz? Mivel én jó vagyok, és szende, ezért nem fűzök hozzá olyan megjegyzéseket, amik talán... Itt állnak mellettem a luxus villa és a luxus börtön lakói. Már is megkérdezzük tőlük. Anikó, hogy érzed? Szerinted Béci kacsingat rád? Hát nem is tudom, talán Jersey az, akivel mehetne, de Szandikával állandóan összejel. Nem is tudom, mit képzel magáról. Jersey, mit szólsz ehhez? Én Szandi... Ah, fú, én inkább Anikó, az az én zsámerem. Ó, és van egy kérdésem, ki lesz a 10 millió forint és a luxus autó? Hát az enyém egyetemben. Arra lennék kíváncsi, hogy nálatok ez minden nap most? Így telek a mindennapjaitok? Én nem bírom el mellett a férfi mellett. Hát Győző, mit csinálsz? Nem csinálok semmit! Ez a nő ilyen, bolond, nem értem. És ez mit szólnak a gyerekek? Evelyn, Virág? Hát, bebújnak a sarokba. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok! Találkozunk a következő részben! Sziasztok! Sziasztok!